Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és folytatjuk a második évadunkat azoknak a képviselőknek a bemutatásával, akikre a tavaszi kampány során nem került sor, viszont mandátumot szereztek a június 9-i választáson. Most Firnigel Lóránddal fogok beszélgetni, aki Budapest 7. kerületében, vagyis Erzsébetvárosban került be az önkormányzatba kutyapártos színekben. Szia Lóri! Sziasztok, köszöntök mindenkit én is! A jelölti bemutatkozásodból kiderül, hogy a 2022-es választáson az MKKP delegátjaként szavazatszámláló voltál Borsodban, egy kis faluban. Mesélsz egy kicsit az ott szerzett élményeidről? Hát ez egy nagyon izgalmas sztori volt. Először nem tudtam, hogy kutyapártos delegált vagyok, aztán ott helyben, amikor a szállást elfoglaltuk, akkor derült ki, hogy ebbe a díszes társaságba csöppentem bele. Szóval tulajdonképpen ez volt az első kutyapártos élményem. Hát ez egy rendkívül pici falu volt, Gadna település a neve, ahol hát olyan 130 szavazópolgár volt összesen. Rendkívül szegény kis falvacska Borsod legmélyén, nagyon-nagyon rossz állapotú épületekkel, nagyon rossz közállapotokkal, és hát a legdurvább az volt, hogy egész nap, amikor ott ültünk és vártuk a nyájas választópolgárokat, szó szerint mindenki, tehát 100%-a a falunak a Fideszre szavazott. Olyan szinten, hogy bejöttek, megkérdezték, hogy itt a Fideszre kell szavazni, igaz? És akkor mondtuk, hogy hát én nem mondhatom meg, hogy kire szavazzon, itt van a szavazólap, és akkor ebből lehet választani. Jó, de melyik a Fidesz? Tehát sokan még a nevüket se tudták leírni, tehát az aláírásuk helyén is kettő darab X-et tettek, mert sajnos analfabéták voltak az emberek, és a Fidesznek a logóját se ismerték föl, egyedül azt tudták, hogy a Fideszre kell szavazni, nyilván megvolt ennek az oka, hogy miért. Nagyon ment akkor a háborús hergelés, hogy csak a Fidesz állítja meg a háborút, és ő nem fogja engedni, hogy a fiaikat besorozzák. Gazdaságilag is nyilván elérték, hogy ők a Fideszre szavazzanak. Tehát ez egy olyan mélyütés volt, és egy olyan gyomros, amit hát hazafelé a kocsiban egyszerűen majd, hogy nem a sírás kerülgetett, hogy te jó ég, ez megtörtént. Azt is írod magadról, hogy később még annak az évnek az őszén jelentkeztél kérdező biztosnak a népszámlálásra, ahol rengeteg helyi emberrel találkoztál és beszélgettél. Milyen tanulságokat szűrtél le ebből? Igen, hát ezt én egy ilyen szociotúrának gondoltam, és azért is jelentkeztem, hogy megismerjem még jobban. Ugye én is erzsébetvárosi polgár vagyok, és nyilván ott az én kis szűk környezetemet ismerem, de hát egy eléggé sokszínű kerületről van szó, amiben van bulinegyed, van egy ilyen kis középső erzsébetváros, ahol nagyon vegyes a népesség, és van egy külső erzsébetváros, amivel aztán nagyon-nagyon nem foglalkozik az önkormányzat, látszólag legalábbis, és hát olyan lakásokba jutottam be, ugye nekünk azokat a lakosokat kellett megkeresnünk, akik nem töltötték ki online a népszámlálási ívet, és hát ennek köszönhetően bejutottam olyan lakásokba, ahol konkrétan WC-sem volt még, tehát a társasháznak a folyosóján a gang végében volt egy közvécé, és azt használta a 80-valahány éves néni. Tehát elképesztő állapotokat fedeztem fel, és ez sarkalt utána arra, hogy jobban kezdjek el foglalkozni a kerületet érintő problémákkal. Mi fogadt meg az MKKP tevékenységében? Miért döntöttél úgy, hogy pont ennek a pártnak a színeiben szeretnél indulni? Hát egyrészt az, hogy láttam, hogy a nagy ellenzéki összefogásból sok jó nem sült ki az elmúlt 5 évben. Nyilván a Fidesszel nem értek egyet, és nem is gondolkodtam abban, hogy a Fidesszel bármit is kéne csinálni, bár full narancssárga pólóban ülök most itt veled szemben, de nyilván velük nem. És hát ugyanaz, tehát DK vállalhatatlan, velük semmiképpen nem akartam közösködni, meg ugye a többiekkel sem, és aztán egy barátom, Ábel barátom, aki közel volt már akkor a kutyapárthoz, ő megkérdezte, hogy nincs kedvem kicsit jobban bele ásni magam a kutyapárt színeiben a helyi politikába magamat,
És hát egy ilyen kis esti gyors beszélgetést a feleségemmel lefolytattunk, és azt mondtam, hogy miért is ne. Tényleg a kutyapártot láttam az egyetlen olyan értelmes választásnak. Ezt most nem csak a szlogent ismétlem el, hanem tényleg én is így láttam, akikkel érdemes együtt dolgozni, mert olyan ügyeket visznek, bár eddig ugye a politikai aktivitását a pártnak annyira nem figyeltem, inkább csak a közéleti kis utcai street art akcióikat, amik nagyon szimpatikusak voltak. De úgy gondoltam, hogy pont ebből a csapatból valószínűleg ki tud jönni egy olyan politikai erő, ami tud komoly változást hozni, főleg helyi szinten, tehát mondjuk a 7. kerületi lakosok életében. Te hogyan lettél egyébként erzsébetvárosi lakos, és miért jó szerinted ebben a kerületben élni? Hát azért az, hogy miért jó, azt én megkérdőjelezem most per pillanat. Én előtte nagyon sokáig Terézvárosban laktam, aztán a feleségemmel, amikor közös lakást vásároltunk, akkor a Dohány utcában találtunk egy nagyon izgalmas lehetőséget, és akkor oda költöztünk. Egyébként nagyon szeretem, tehát mondjuk külsőbb részekre nem költöznék, és maradnék itt a belvárosban, de sajnos azt látom, hogy az elmúlt 5 évben tényleg semmit nem fejlődött a környezetünk. Tehát olyan szintű hiányosságok vannak, amik a 6. kerületben nagyon szépen rendbe lettek téve, és fejlődnek. A 8. kerület is óriási változásokon esett át az elmúlt években, de a 7. kerület az így megragadta a 2 kerület között egy ilyen pocsolya, és sokszor vállalhatatlan állapotban. Tehát ennek ellenére nagyon szeretünk ott élni, és oda jártak a gyerekek bölcsödébe, óvodába, tehát vannak nagyon jó részei is a kerületnek, de nagyon sok fejlődésre van szükség. Igen, ezzel át is kötöttél a következő kérdésre, mi szerint ugye a kampányban is elég élesen kritizáltátok Niedermüller Péter és a baloldali vezetés elmúlt 5 éves teljesítményét. Mik azok a dolgok, amikkel a legkevésbé vagy elégedett, és miért? Igen, hát ezt személyesen is elmondtam neki, a Niedermüller polgármester úrnak, hogy abszolút nem vagyok elégedett azzal a munkával, amit végeztek az elmúlt 5 évben. Kezdve, ugye a legsúlyosabb problémák egyike az a belső erzsébetvárosi bulinegyed és a szórakoztató központ, ami rengeteg turistát vonz, ugye ott van az Airbnb kérdése, ott van a kocsmáknak a kérdése, a buli huligánoknak a kérdése, amik nagyon rányomják a belső erzsébetvárosra a bélyegüket. Volt egy elkezdett projektje a képviselőtestületnek a forgalomcsillapítással kapcsolatban, ami egyik szempontból jó, hogy minél kevesebb autó legyen, de teljesen vállalhatatlan és élhetetlen közlekedési anomáliákat szült. Tehát olyan gigantikus torlódások és dugók alakultak ki a kerület többi részén emiatt, hogy szerintem teljesen kontraproduktív. Tehát ebben szerintem egy sokkal komolyabb és radikálisabb lépést kellett volna hozni a képviselőtestületnek. Tehát ez például egy nagyon rossz döntése volt a testületnek, vagy legalábbis nem lett kiteljesedve. Aztán most erre persze kaptunk ígéretet, hogy majd a következő 5 évben ez végig fog menni. Ugyanígy az utcák állapota, ugye mi a járdafestést azt elég sokat csináltunk, a kis letöredezett járdákat a 4 színfestéssel, amik az mikor is 22-ben voltak a festések, még azóta se lettek kijavítva ezek a hibák, tehát elképesztő, hogy nem tudott az önkormányzat annál tovább lépni, hogy oda küldték a rendőröket, illetve a magas nyomású mosóval próbálták lemosni ezeket a festékeket. Szóval a közbiztonsága szintén egy nagyon, nagyon rossz állapotú helyzet a kerületben, és hát amit mondtam korábban is, hogy a külső Erzsébetváros meg a belső Erzsébetvárosra valahogy nem foglalkoztak az elmúlt 5 évben, tehát annyi lehetőség lenne sétáló utcákkal, virágosítással, zöldítéssel. Most valahogy ez a 7. kerület egy ilyen beton dzsungel mindenféle zöld nélkül. Persze a kampány előtti utolsó időszakban beindultak a szépészeti beavatkozások, de hát én azt úgy gondolom, hogy csak egy kampány propaganda volt. Te személy szerint a Budi negyeddel mit kezdenél? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert mi is azért el szoktunk menni néha a belső Erzsébetvárosba barátokkal, nyilván nem hányjuk szét az utcát hazafelé menet. Ugye itt nagyon komoly feszültség volt
a testületben voltak olyan hangok, akik teljes éjféli zárást szorgalmaztak, hogy éjfélkor zárjon be minden szórakozóhely és kocsma, és onnantól kezdve egy lélek se legyen az utcán, ami szerintem egy nagyon túlzott elvárás lenne, tehát nem ebben látom a megoldást, hanem egy olyan fajta közösségvállalást és szolidaritást kellene elvárni ezeknek a kocsma tulajdonosoknak a részéről, ami lehetővé teszi azt, hogy a buli turisták azok koordináltabban, normálisabban közlekedjenek az utcán, ne rúgjanak be kapukat, ne piszkítsanak a másoknak az ajtaja elé, mint ami sajnos megtörténik szinte minden nap. Most erre ugye létrehozott az önkormányzat egy olyan, hát egy mondhatjuk érdekes szisztémát, hogy megbízta a kocsma tulajdonosokat, hogy hozzanak létre egy egyesületet, és hogy ebbe az egyesületbe lépjenek be a különböző szórakozóhelyek, és tagdíjat fizessenek. És hogyha ebbe az egyesületbe belépnek, és kifizetik a tagdíjat, akkor megkapják az éjfél utáni nyitvatartási engedélyt. De hogy ugye ezt az engedélyezést, ez az egyesület dönti el, aminek a legnagyobb kocsmák tulajdonosai visznek. Tehát egy picit olyan érdekes, hogy egyik kocsma a másiknak adja meg a hozzájárulást arra, hogy éjfél után nyitva legyen. Ez is szerintem egy nonsens. Tehát a kérdésre válaszolva, erre egyrészt sokkal nagyobb utcai rendőri jelenlét lenne szükség, ami elrettenti a randalírozókat attól, hogy olyan tevékenységet folytassanak, ami az ott lakók érdekeit sérti, illetve sokkal komolyabb rendeleteket kellene hozni a kocsmákkal kapcsolatban, hogy igenis a saját működési területeken, a saját vendégeikért vállaljanak felelősséget. Ugye ez most a napokban izgalmas Airbnb kérdés is csatlakozik ehhez, hogy Terézváros be szeretné tiltani az Airbnb-k működését. Én azt gondolom, hogy az se egy teljesen jó megoldás, tehát sokkal inkább egy olyan köztes megállapodást kellene itt létrehozni, ami nyilván nem lehetetleníti el teljesen az Airbnb-k működését, de azt is észben kell tartani, és látni kell, hogy mi, mint önkormányzati képviselők, nekünk mi a feladatunk az ott lakókat képviselni, és hogyha az ott lakóknak az érdeke az, hogy rend legyen, már pedig az az érdekük, hogy rend legyen a saját otthonuk környékén, akkor igenis szigorúan fel kell lépni ezekkel a rendbontásokkal szemben. Ja, Niedermüller a fent említett hiányossága, illetve az összesen 5 ellenfele ellenére is viszonylag kényelmes többsége nyerte a polgármester választás. Szerinted mi lehet a népszerűségének a titka? Hát azt is látni kell, hogy mivel nagyon sokan elköltöztek, tehát egy elég erőteljes népességfogyás van a kerületben, és ugye csökken a fiataloknak a száma, legalábbis akik ott életvitelszerűen laknak. Az idősebb korosztály nyilvánvalóan a Niedermüller polgármester úrnak az oldalán állt, hiszen hozzájuk közel álló. Nyilván ez egy 5 éve ellenzéki kézben levő kerület, előtte azért a Fidesznek is voltak bőven durva húzásai, tehát az abszolút megérthető, hogy őket nem választották meg. De egyébként egész szép eredményt ért el Terdik Rolandunk is, aki polgármester jelöltként indult. Szóval látszik az, hogy inkább ellenzéki a város továbbra is, de a kutyapárt talán még nem volt annyira népszerű itt ezen a választáson, mint amilyen lesz majd 5 év múlva. Vannak akár olyan ambícióid is, hogy egyéni körzeteket nyerni, sőt, akár a többséget is megszerezni? Hát az lenne a cél természetesen. Nagyon jó csapatunk van a 7. kerületben, szóval tényleg mindenki, akivel együtt dolgoztunk az elmúlt lassan 1 évben, mindenki nagyon erőteljesen beleadott apait, anyait, és időt és energiát nem spórolva küzdött azért, hogy legalább ez az egy helyünk meglegyen az önkormányzati testületben. Ezt a munkát szeretnénk folytatni, és együtt is maradt a csapatunk, úgyhogy velük tényleg azon fogunk dolgozni, hogy 5 év múlva még több körzetet nyerjünk meg. Milyen a személyes viszonyotok a polgármesterrel? Tárgyaltatok-e akár 4 szem közt, akár nagyobb körben a választás óta? Igen, elkezdtük a tárgyalásokat, nyilván egy ilyen kis puhatolózó beszélgetés zajlott csak köztünk.
én jeleztem, hogy szeretnék bizottsági tagságot, mint egyébként ugye kell is, de azt is jeleztem, hogy a pénzügyi bizottságban szeretnék tevékenykedni. Ugye nálunk a 7. kerületben 3 bizottság van. A pénzügyi bizottság az a legizgalmasabb, egy kulturális bizottság van, illetve a városüzemeltetési bizottság. Ezek közül ugye a pénzügyi bizottság az, amelyik a legnagyobb hatással lehet a kerület életére, hiszen például, ami és ugye a kampányban is ezzel sokat foglalkoztunk, foglalkozik az ingatlan ügyekkel. Ugye Erzsébetvárosnak nagyon-nagyon nagy ingatlan állománya van, aminek egy része nyilván bérbe van adva, de amit még februárban kikértem adatot, 450 lakása volt az önkormányzatnak, ami akkor éppen nem volt bérbeadva. Tehát 450 lakás után az önkormányzatnak például közös költség kötelezettsége volt, amellett, hogy ezek nem voltak kiadva. Tehát lehet beszélni lakhatási válságról, de pont itt a 7. kerületben akkora ingatlan vagyon fölött gazdálkodik az önkormányzat, mint szinte egyik budapesti kerület sem. Ezeknek a fejlesztéséről, a bérbeadhatóságáról, a jövőjéről vannak elképzeléseink, hogy hogyan lehetne ezt úgy fejleszteni, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen az ingatlan bérbeadás az ne mínuszos tevékenység legyen, mint ahogy most van, tehát tulajdonképpen a kiadási oldala magasabb, mint a bevételi oldala. Ezt át kéne fordítani pozitívba. Tehát ez egy nagyon nagy hiányosság, és ezért kértem, hogy a pénzügyi bizottságban kapjak helyet, amit nagyon remélem, hogy október 9-én meg is kapok. Én gondolom, akkor a képviselői programodnak az egyik jelentős eleme ez, amit az előbb elmondtál, mi az, amivel még szívesen foglalkoznál, és amit még célodnak tekintesz? Hát van egy-két nagyon fontos dolog, például a sétáló utcák kérdése. Ha már nincsen túl sok zöldövezetünk Erzsébetvárosban, mert tulajdonképpen egy-két parkon kívül sok mindenünk nem áll rendelkezésre, viszont van egy-két olyan utca, amit nagyon szívesen megcsinálnánk, például sétáló utcává, minél több helyről az autókat kitiltani, ezt is szeretném képviselni. Ugye a lakhatás kérdése, a buli negyed kérdése, és hát olyan szociális kérdésekkel is jó lenne foglalkozni, amikkel eddig nem. Tehát az, hogy tényleg ez a szerencsétlen idős néni, aki nincsen WC-je a lakásában, tehát ez 2024-ben, hogy előfordulhat, ez nonsense. És ugye ennek is az a gyökere, hogy nincs egy olyan tudatos és egy olyan gazdaszemléletű ingatlan stratégiája a kerületnek, ami odafigyelne ezekre az emberekre. Milyen jellegű együttműködést tudsz elképzelni a polgármesterrel, illetve az ő oldalán lévő képviselőkkel? Hát ugye nagyon izgalmas a jelenlegi testület összetétele, mert van ugye 4 DK-s képviselőnk, van egy MSZP és 3 függetlenünk, 4 fideszes, és vagyok én, illetve a Színes Erzsébetvárosnak a képviselője. Tehát eléggé ilyen 50-50 százalékos arányban vagyunk, és nincsen meg az abszolút többsége a polgármesternek, illetve a DK-nak. Szóval én azt gondolom, hogy ha vannak olyan indítványai, amik nekünk, mint kutyapártos képviselőnek abszolút tetszik, azt természetesen meg fogom én is szavazni. Tehát ebben nem fogok csak azért nemmel szavazni, mert DK-s a polgármesterünk, tehát erről nincsen szó. Ugyanakkor, hogyha lenne mondjuk a Fidesznek is egy épkézláb javaslata, mint ami egyébként az elmúlt 5 évben nem nagyon volt, amellé is, ha úgy van, akkor mellé állok, de egyébként olyan hivatalos együttműködés nincsen senkivel, ami mondjuk egy 5 éves munkát meg tudna békjózni, vagy skatujába zárna engem. Tehát, ahogy ezt szoktuk mondani, ügyek mentén fogok én is politizálni. Nyilván nekem is lesznek olyan javaslataim, amit majd kíváncsian várok, hogy a DK-sok hogyan fogadnak, illetve a Fidesz hogyan fogja azt értékelni, meglátjuk majd. Az a szerencse, hogy a képviselőtestületi ülések azok online lesznek közvetítve, úgyhogy ott majd meglátjuk, hogy ki milyen szint van. A 4 fideszes képviselővel, illetve a Színes Erzsébetvárosos Lajos Bélával van bármi kapcsolatod? Hát a Fidesszel nincsen semmi, annyi, hogy néha összefutottunk az utcán, és pacsisztunk egyet a éppen akkor jelenlevő képviselővel. Egyébként nincsen semmilyen rossz viszony, tehát még választás előtt volt egy jó kis
közös főzőcskézés, amit a kerület szervezett, és ott nekünk is volt egy csapatunk, ott volt a Fidesz is, ott volt a DK is. Tök jól megkóstoltuk egymás kajáját, de hogy és jól éreztük magunkat, tehát nincsen ilyen, hogy na most átmegy az utca túloldalára a másik, de egyébként semmi hivatalos, vagy félhivatalos, vagy nem hivatalos dologgal Fidesszel nem történt. Lajos Béláékkal meglátjuk, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ők ugye nagyon-nagyon buli negyedpártiak. Meglátjuk, hogy nyilván nekik is, mint civil szervezet, nagyon sok hasonló ötletük van, mint nekünk. Nyilván ezekben fogunk majd egyeztetni, de velük se lesz egy olyan nagyon szoros együttműködés, mint senki mással sem. Hogyan tervezel beszámolni a képviselői tevékenységedről, illetve bevonni a választókat az ügyekbe, amikkel foglalkozol? Hát szeretnénk minél több olyan utcai tevékenységet folytatni, amiben látszódunk. De most például majd októberben szeretnénk egy kis garázsvásárt rendezni, és oda hívni a választókat, illetve nem is választókat, hanem a helyi lakosokat. Majd meglátjuk, hogy az abból befolyt pénzt azt valami jótékony célra szeretnénk felhasználni. De hogy minél több olyan szabadtéri programot próbálunk majd létrehozni, ahol interakcióba kerülünk a lakosokkal. Ugye én, mint abszolút belvárosi lakó, én naponta találkozom, az utcán is emberekkel, és látom, hogy mik a problémák. Már most jönnek oda, akik látták az arcomat a plakátokon, hogy gratuláljanak, illetve elmondják a panaszaikat, tehát nagyon, nagyon izgalmas. Most például pont egy ilyen közterületi drogozással kapcsolatban keresett meg egy pár utcával arrébb lakó illető, hogy ott a padon ilyen bongból szívják a nem tudom mit az emberek fényes nappal, miközben ott van egy óvoda kb. 50 méterre, és hogy hát ezzel mit lehetne csinálni. Tehát ezek szerintem nagyon izgalmas dolgok. Nyilván ezt nagyon sűrűn kell csinálni, nagyon szeretném azt, hogy lássanak minket, és lássák azt, hogy a kutyapárt már egy picit följebb lépett, egy szintet lépett az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy ebben nagyon tevékenynek kell lennünk, de mivel nagyon jó a csapatunk ott helyben, tegnap is pont volt egy egyeztetésünk a srácokkal, nagyon proaktívak, és nagyon, nagyon jó kis programokat fogunk szervezni, ahol tudunk interakcióba kerülni a lakosokkal. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdésekre, és sok sikert a képviselői munkára. Köszönöm szépen, szükség van rá. Sziasztok!